Tárlatvezetés a Baktalóránt házi Dégenfeld kastélyban. A nyári hónapokban tanulókat is megbíznak ilyen feladatokkal, így például a 22 esztendős Balogh Nóra is ezt látja el. Az egyetemi hallgató már 6. éve vesz részt a nyári diákmunkaprogramban, és elmondása szerint, amíg rendelkezik hallgatói jogviszonnyal, minden évben szeretne ebben a formában munkát vállalni. Én a Debreceni Egyetemen tanulok, védőnői szakom, és nagyon fontosnak tartom, hogy vállaljunk diákmunkát, hiszen rengeteget tanulhatunk ebből, alázatot is tanulhatunk, és segíthet leküzdeni a félelmeinket. A júliusban elindult állami diákmunkaprogram országosan 21.016 és 25 év közötti tanulói jogviszonnyal rendelkező számára teremt munkalehetőséget. Az idei évben rendelkezésre álló keretösszeg Szabadszatmár-Bereg megyében 3600 tanuló foglalkoztatását teszi lehetővé, az eddigiek pedig azt mutatják, rendkívül nagy az érdeklődés a fiatalok körében. Jelen pillanatban több mint 3000 fiatal van önkormányzatoknál, önkormányzati intézményeknél, és az 500-at megközelíti azoknak a száma, akik a diákmunkaprogram másik részeként, vagy a turizmus vendéglátásban, vagy pedig a mezőgazdaságban dolgoznak. Sok igény is érkezett, és szerencsére nagyon sok érdeklődő is van. Baktalórendháza több mint 5,5 millió forintos támogatást nyert el a programra, jelenleg pedig 42 tanuló dolgozik az önkormányzat foglalkoztatásában. Nagy Lajos, a város polgármestere elmondta, augusztusban újabb 25 fő csatlakozhat, számukra is változatos és szertágazó teendőket tudnak biztosítani. Az önkormányzat feladatellátásán gyakorlatilag nagyon széles vertikumában részt vesznek a diákok, köznevelési feladatok, szociális feladatok, művelődési feladatok, a közös önkormányzati hivatal munkáját is segítik a diákok, ezen kívül pedig lehetőség van úgynevezett fizikai munkára is, városgazdálkodási feladatok ellátása, köztisztasági feladatok, parkgondozási feladatok, valamint a mezőgazdasági munkák területén is alkalmazunk diákokat. Ugyanis nem csak a közigazgatás, hanem a mezőgazdasági és a turisztikai vállalkozások is támogatottak a munkáltatásban. Kovács Sándor országgyűlési képviselő arról beszélt, a fiatalokban megvan a munkakedv és érdeklődőek, de kedvező a rendszer a munkáltatók szempontjából is. Azt gondolom, hogy a nagy része a kétharmad a gyerekeknek a önkormányzatiságban, az államigazgatásban dolgozik. Itt jól jön az a kis munka, fiatalság, a foglalkoztatónak, az államigazgatási dolgozóknak, segítenek nekik ebben a nyári melegben, illetve a szabadságoláson. A diákok pedig belelátnak abba a kulisszatitokba, hogy mi is ez az államigazgatás, ez a bonyolult mechanizmus, aminek ők most részei az adott munkaszerződéssel és a munkáltatói kiközvetítéssel. A másik pedig a vállalkozói szektor, a turizmus, illetve a mezőgazdaság, ahol munkát kapnak a munkáltatók, fizetést kapnak a gyerekek, és azt gondolom, hogy ez a kettőség, ez oda-visszavaló érzelem a gyerekeknek egy kicsi tapasztalatszere, a munkáltatóknak pedig mégiscsak kétkezi munkát jelent ez. Kovács Sándor beszélt arról is, a diákmunkaprogram jelentősen hozzájárul a családok anyagi helyzetének megkönnyítéséhez is. A fiatalok ugyanis a nyári hónapokban és az iskola kezdéskor nincsenek ráutalva szüleikre. A tanulókat legfeljebb 6 órában foglalkoztathatják, melynek bruttó részarányos bére 161 000 forint, mindez pedig körülbelül 75 000-es nettó fizetést jelent.